figyelmüket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egy napig nem találták. A szexárdi járásbíróság tárgyalta a tavaly Tolnán elszökött beteg kisfiú ügyét. Külpiaci tájékoztató fórum. Milyen lehetőségeik vannak a magyar vállalkozásoknak Németországban? Atlétikai verseny Bonyhádon. Kiváló teszt az országos bajnokságok előtt. Az aranycsapat legendája. Buzánszky Jenő labdarúgó emléktorna Dombóváron. Kiskorú veszélyeztetésének büntetében tárgyalt a szexárdi járásbíróság. Az eset sokak számára ismert lehet. Tavaly márciusban tűnt el egy kisgyermek Tolnán a családi házukból. A fiú a kapun kisétált, ezt követően őt a nagyerőkkel folytatott keresés ellenére is egy napig nem találták. Most az ügy kapcsán a gyermek családtagjait hallgatta meg a bíróság. Elkövette az ügyészség által elérhető cselekményt, elismeri a bűnösségét. A vádirati tényállás szerint a kiskorú sértett vele született betegsége okán nem képes kommunikálni, teljes körű ellátást igényel. Az ő felügyeletét 2023. március 27-én a vádlott édesapa látta el. Ekkor nem vette észre, hogy a gyermek a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapun át egyedül kisétált. Őt végül egynapos keresés után találták meg a lakóházuktól 3 kilométerre fekvő mezőgazdasági földterületen. A vádlott a mostani tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét. Korábbi, a nyomozás során elmondott állításait a bíró ismertette. Én megnyitottam a történtekkor, egyből megkezdtük a keresését, rettegtem, hogy nem látom többet, és szégyeltem magam, hogy nem figyeltem oda, és ez lett az eredménye. A történteket nagyon bánom, és hálás vagyok, hogy végül nem lett baja. Egyébként orvoshoz visszük a betegségét, érintő vizsgálatokra is folyamatosan járunk vele, megpróbáljuk megoldani a nevelését, azóta hasonló nem történt, azóta fokozottan figyelünk, hogy véletlenül se történhessen hasonló. A szülők a tárgyaláson ismertették, hogy gyermekük autista, 24 órás felügyeletet igényel. A fiú édesapja azt mondta, a kaput a szél olyannyira befújta, hogy az kinyílott, így tudott a fiú kimenni. A gyermek keresésében a rendőrség munkatársai, több polgárőr, a tolnai mezőőrség, valamint számos állampolgár is részt vett, a kereséshez keresőkutyákat és drónokat is igénybe vettek. Az ügy tárgyalása októberben folytatódik. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara külpiaci tájékoztató fórumot szervezett Bonyhádon. A rendezvény fő célja az volt, hogy tájékoztassa a Tolna Vármegyei kis- és középvállalkozásokat Németország üzleti lehetőségeiről, bemutassa a német gazdaság helyzet képét, valamint gyakorlati jó tanácsokkal szolgáljon a piacra lépésről és az üzletkötésről. És látható, hogy sokkal nagyobb, mint a GDP. A jelentősen nagyobb, mint a GDP. A vállalkozói tevékenység sokszor Magyarországon is kihívásokat állíthat, így a külföldi, például német piac még nagyobb nehézségeket okozhat a vállalkozók számára, mondta Bódi László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-német tagozatának elnöke. Emiatt nagyon fontos, hogy minél alaposabb tájékoztatást tudjunk nyújtani a magyar vállalatoknak és a magyar vállalkozóknak, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt céljai közé tartozik a magyar vállalatok külföldi piacra való kijutásának támogatása, és ehhez természetesen fontos az ilyen fórumok, ahol minél több információval tudunk szolgálni a magyar vállalatok számára. A német piac kínálta lehetőségek természetesen iparáganként eltérőek lehetnek. Jelenleg az építőipar csak úgy, mint Magyarországon, Németországban is szenved. De természetesen vannak olyan iparága, gépipar, gyógyszeripar, elektronikai iparága, elektronikai eszközök gyártása, valamint egyéb kisvállalkozói területek, akik számára a német piac, a német gazdaság nagyon sok jó lehetőséget kínál. Ennek ellenére az építőiparon belül is vannak olyan ágazatok, amik viszont kifejezetten jól működnek. Az exportvállalkozás komoly rangot jelent. Ez azt jelzi, hogy az adott termékek vagy szolgáltatások kiemelkedő színvonalat nyújtanak. A magyar és a német piac között természetesen a méretek is nagyban eltérnek. Hornok Jenő elmondta, hogy a külpiaci kapcsolatépítés támogatása a vállalkozások számára rendkívül fontos. Ugye itt egy minőségi szintet kell teljesíteni, állandó minőséget kell teljesíteni, határidők vannak, úgyhogy nagyon komoly. Egyrészt ugye ez az infrastruktúrális háttér, ami ahhoz szükséges, hogy meg tudjon jelenni a külföldi piacon. Másrészt pedig
gyakorlatilag az is szükséges hozzá, hogy mindig a kellő időben, kellő mennyiségben a félkésztermék vagy késztermék rendelkezésre álljon, tehát egy szervezetfejlesztési szintet is el kell érni ahhoz, hogy ezt a szintet valaki meglépje. Az Enterprise Europe Network dél-dunántúli hálózata Somogy, Tolna és Baranya vármegyét is lefedi. A mai rendezvényre azért jöttünk el, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat tájékoztassuk arról, hogy milyen jellegű szolgáltatásokat tud ez a hálózat nyújtani számukra, a külpiacra lépés, az export, finanszírozás, pályázatok terén. A külpiaci tájékoztató fórum a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg. KFC Drive-Thru étterem épül Szekszárdon. A beruházás várhatóan 2024. decemberére készül el. Erről Máté Péter önkormányzati képviselő számolt be a Facebook oldalán. Azt írta, a gyors étteremmel sok vitás közúti forgalmi kérdés után megállapodtak. Látható, hogy Szekszárd fent van a befektetni vágyó multik térképén folyamatos a fejlődés. Az étterem idén elkészülhet, hamarosan kezdődik az építkezés a Béri Balog utcában. A Fusz János Zeneiskola várja leendő tanítványait, ugyanis nyílt napokat tartanak május 15-én és 16-án. Céljuk, hogy ösztönözzék a gyermekeket a zeneművelésre, és tapasztalati élmény nyújthassanak az érdeklődőknek. A Tolnai Zeneiskola épp egy zongorára gyűjt, a jelenlegi hangszerük már nem megfelelő. Nemrég egy jótékonysági koncertet is adtak ennek érdekében. Még messzinek tűnt a kívánt összeg elérése, így minden támogatást szívesen fogadnak. A zongorára az ugye a csillagos ég, meg még fölötte. Sajnos a legkisebb olyan zongora is, ami egy hangversenyterembe beleillik, az minimum 4,5-5 millió forintnál kezdődik. És most a koncert alatt összejött egy 4,3 millió forint körüli összeg. Még csűrre cseppent innen-onnan egy kis adomány, de sajnos ilyen nagy vállalkozói támogatást eddig nem sikerült elérnünk. Tehát majd alakul, tehát így nem adjuk föl, mindenféle pályázatra benyújtjuk a pályázatot az alapítványon keresztül. Megújulnak a járdák Dombóváron. A Zrínyi utca óvoda előtti szakaszának térkövezése megtörtént saját gyártású elemekből, a Radnóti utcai szakasza még a hét folyamán elkészül. A felújítási munkák a Vörösmarty utcában folytatódnak. Sokadik alkalommal várta a bonyhádi atlétikai pálya az ország megannyi versenyzőjét a Mill Food Kupa nyílt atlétikai versenyre. A szeszélyes időjárás ellenére magas színvonalon zajlott a megmérettetés. Gyerünk. 2019-ben adták át Bonyhádon a felújított sportlétesítményeket. Hadsávos pályát is kiépítettek. A Covid idején kívül azóta minden évben versenyt szervez a Bonyhádi Atlétikai Klub. Közel 400 indulóval az U12-es korosztálytól a felnőttekig, Budapesttől egészen Kiskunhalasig, Kaposvár, és a környékben egyesetek versenyzői vannak itt. Nagyon örvendetes, hogy a 12 éves korosztályban nagyon nagy létszámmal indultak az egyesületek. Igyekeztünk jó színvonalon megcsinálni a versenyt. Itt a kollégáim, ahogy mondták, a maga létesítmény rendkívül színvonalas. A kupán a hazai pálya azért meghozta az előnyét, meg annyi remek eredmény született a bonyhádi sportolóktól. És a többi korosztályban is, a U14, U16-ban a Hornak Enikő tanárnő, a Bordás Díja kolléganőnek a tanítványai, aztán az enyémek is, ők a U18-asok ifjúsági junior korosztályban versenyeznek. Jó lehetőség nekik felmérni a országos bajnokság előtt, hogy hogy állunk a felkészülésben. Máté Patrik a bonyhádi csapat egyik legtehetségesebb atlétája, hiszen többszörös országos bajnokként érkezett, ugyanakkor erről a megmérettetésről vegyes érzelmekkel telve távozhatott. 80 méteres távolugrás. 80 méterben első lettem, távolugrás abszolút pedig azt hiszem 6. 80 méterem 9.70 lett, és a távolugrás 5.39. Sokat készültek erre az alkalomra. Kicsit csalódott, hogy nem sikerült olyan eredményt elérnie, amit igazán szeretett volna. Nem sikerült egyéni csúcs. 80 méterrel elégedett vagyok, de a távolugrás most nem sikerült.
de azért jó eredmény az 5.39. Az égiek nem voltak túl odaadóak, hiszen hosszabb szünetet kellett tartani a nagy esőzés miatt, de azért ez sem vette kedvét sem a szurkolóknak, sem a sportolóknak. Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje kérdői formájában kéri ki a szekszárdiak véleményét a város jövőbeni fejlesztéseiről. A helyiek többek között kifejtetik álláspontjukat a parkolók és a közlekedés, de a kerékpárút hálózat helyzetéről is. A jelölt azt írta, együtt kell dolgozni azon, hogy a mindenki által vált fejlesztések megvalósulhassanak, és egy folyamatosan szépülő, fejlődő Szekszárdon élhessék az emberek mindennapi életüket. 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vendéglátóhelyek, elsőként az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek nyílik meg a lehetőség május 27-től. Írja közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség. A program további ütemeiben júniustól a cukrászdák, júliustól a zenés-táncos szórakozóhelyek, míg augusztustól az alkalmi vendéglátó üzletek pályázhatnak majd a vidéki Magyarországon. Szeptembertől a kávézók, míg októbertől a büfék számára biztosít forrást a kormány, az italüzletek és bárok pedig novembertől jelentkezhetnek majd a program további ütemeire. Története során először nyerte meg a labdarúgó magyar kupát a Paksi FC. A Tolnavár megyei csapat a sorozat fináléjában a Ferencváros győzte le 2-0 arányban a Puskás arénában 40 ezer néző előtt. A mérkőzésen két kiállítás is volt. A paksiaktól Vécsei Bálint hagyta el idő előtt a pályát az első játékrész 37. percében. A fővárosi gárdából a belső védő Aben átküldte le a pályáról Berke Balázs játékvezető. Az atomvárosiak két góljukat a 2x15 perces hosszabbításban szerezték, amikor Papp Kristóf és Haraszti Zsolt talált be. Az együttes ezzel történelmet írva megnyerte a MOL Magyar Kupát, és így az Európa Liga selejtezőjében is indulhat. 2025-ben lesz az olimpikon Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója. Ezen apropóból idén rendezvénysorozatot kezdtek meg Dombóváron. A most aktuális esemény az ifjúsági korosztálynak, a 17-18 éveseknek szól. Dombóvár néhány héttel ezelőtt megkezdte Buzánszky Jenő emlékévet, amivel a futballlegenda 100. születésnapjának kívánnak emléket állítani. Nagy öröm számunkra, hogy az idén évben harmadik alkalomban tudjuk megtartani itt a HEMI-be a Buzánszky Jenő emléktornát. Ez azért is nagy öröm, hiszen amikor elkészült a műfüves pálya mellett, most állunk és a fiatalok használnak, akkor a sportcsarnokot és a műfüves pályát elneveztük Buzánszky Jenő Sportcentrumnak, amit ugye menet közben már a HEMI vett át kezelésébe, hiszen a fenntartó személye változott. Bükösdi Olga, az intézmény igazgatója elmondta, hogy miért tartja nagyon fontosnak ezt a tornát. Mi nagyon örülünk annak, hogy helyet adhatunk ilyen sportrendezvényeknek. Nagyon örülünk ennek a kis pályának is, mert alapvetően azt gondoljuk, hogy a mai fiatalságnak vissza kell adni azokat az élményeket, ahol egymással érintkeznek, közösségben vannak. Mindannyian tudjuk azt, hogy az okostelefon mit művel, akár a pszichével, akár a kognitív képességekkel. És valahol egy kicsit, hogyha ezen tudunk mozdítani, és a foci, az pontosan erről szól, egy olyan közösségi tevékenység, ami tulajdonképpen azáltal, hogy futnak és mozognak, még dopamint is termel, tehát reméljük, hogy egy kicsit tudunk változtatni azon a világon, amely felé most éppen tartunk. Berki Zsolt gyermekkorában nagyapja révén szoros kapcsolatot ápolt és motivációt kapott Buzánszky Jenőtől. A kötiskolát mozgatott meg, illetve hát a környékben lévő gyerekek számára is egy kicsit a labdarúgásnak gyakorlatilag a népszerűsítéséről van szó. Én ezt önzetlenül teszem, és megmondom őszintén, nekem az egyik kedvenc edzőm volt a Manchester Unitednak a sztár, úgymond legendás vezetőedzője, mesteredzője, Sir Alex Ferguson, aki azt mondta, hogy a játékot szeresd, ne a díjakat. És én ugyanezt mondom, ezt tudom tanácsolni tényleg minden kisgyereknek, illetve minden nagyobb srácnak, akik tényleg érdeklődnek a labdarúgás iránt, hogy a játékkal törődjenek, ne a pénzzel. A programsorozatnak az elkövetkezendő egy évben számos más állomása is lesz, amely igyekszik minden korosztályt megmozgatni. Mutatjuk a régió híreit. Életveszélyes tartószerkezet és süket fülek. Nem tárgyalta a pécsi közgyűlés a belvárosi iskola felújítását.
Négy gimnázium mérette meg magát. Röplabdakupán vehettek részt a diákok. Európa nap. Az uniós csatlakozás 20. évfordulója volt a fókuszban. Nem került a képviselőtestület elé a pécsi belvárosi iskola életveszélyes tartó szerkezetének ügye a keddi közgyűlésen. Az előterjesztést a terület képviselője akarta felvetetni a tárgyalásra kerülő előterjesztések közé, de ezt nem támogatta a baloldali többség a szakbizottságban. Kővári János szerint érthetetlen, hogy egy ilyen helyzetben is a politikai érdek az első. Ez a pécsi belvárosi iskola épülete életveszélyes lehet a tartó szerkezet, ezt már korábban jelezte a körzet képviselője. Ezen a héten a közgyűlés előtt még tárgyalt erről a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság. A bizottsági ülésen most napirendre vették, és egy cinikus javaslattal álltak elő, hogy nem támogatják a kezdeményezésemet a belvárosi iskola felújítására, korszerűsítésére, hanem inkább tárgyalásokat kezdeményeznek a tankerülettel, amit nem tudok értelmezni, mert hónapok óta már ismerik az ügyet, be lett adva a szakértői vélemény is, amiben világosan benne van, hogy életveszélyes helyzetek vannak tartószerkezet tekintetében. Úgyhogy én ezt rendkívül szomorúnak tartom, hogy ebből is politikai kérdést tud csinálni a városvezetés. A szerkezetet felmért egy statikus és leírta a szakvéleményét. Ezt már korábban megismerhették a bizottság tagjai, akikhez Kővári János juttatta el a dokumentumot. Ennek ellenére nem segít az életveszélyes helyzet elhárításában a baloldali önkormányzat, mondja a politikus. Aggasztó a szakvélemény, még fényképek is vannak, amik illusztrálják a különböző problémás pontokat. A tankerület magára vállalta, hogy a legveszélyesebb két csomópontot azt azonnal most a nyár során helyre fogja állítani, hogy tényleg ott ne lehessen probléma. Amik nagyobb ráforítást igényelnek, ezekhez szükséges lesz az önkormányzatnak a beavatkozása. Miután a baloldali városvezetésnek nem fontosak a gyerekek, reméljük, hogy nem őket választják a pécsiek, hanem a mi képviselőinket. Mi biztosan meg fogjuk csinálni ezt az iskolát is, ahogy egyébként annak idején az I. és Gyula iskolát, a testvérvárosok terét, az Árpádot és a többi hasonló állapotban lévő iskolát felújítottuk. Csupán 20 millió forintot szeretett volna kérni most a közgyűléstől a képviselő, hogy elkészíthessék a terveket a felújításhoz. De a baloldali városvezetés a veszély ellenére sem veszi komolyan a belvárosi iskola ügyét, mert politikailag nem fontos nekik az itt élők problémája, mondja a frakcióvezető. Több éves hagyománya van a pécsi Lővei Klára gimnáziumban megrendezett röplabdakupának. Ebben az évben 4 kimagasló csapat érkezett a sporteseményre. Molnár Mira régóta sportol, a Lővei Klára gimnázium röplabda csapatának 3 éve tagja. Ez idő alatt jelentős sikereket értek el a diákolimpiákon. Arról kérdeztük, mit vár a mai versenytől. Remélem, mindenki úgy teljesít, ahogy a diákolimpián is teljesítettünk, viszont szerintem lesz olyan csapat itt, aki minket meg fog várni most. Úgyhogy... Már 9. alkalommal rendezik meg a röplabda kupát a Lővei Klára gimnáziumban. Ebben az évben 4 magas színvonalon játszó csapat vett részt a sportrendezvényen. Nagyon nagy hagyománya van, hiszen ez már a 9. alkalom, hogy a Lővei Klára gimnáziumban megszervezzük ezt a röplabda kupát. Jelenleg most már regionális röplabda versenyként, ez 4 csapatnak a versengését jelenti. Itt van a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium, itt vannak a Kodályosok, Babicsosok és a Lőveisták fognak versengeni. A városban színvonalas a röplabda sportága, mondta Vásárhelyi Gábor, röplabda edző. A diákok kimagaslóan jó eredményeket érnek el a különböző megmérettetéseken. A Lővei Gimnázium diákjai is különösen eredményesek voltak. Ősszel az A kategóriás megyei röplabda diák olimpiát mind a lányok, mind a fiúk megnyerték, és kijutottak az országos selejtezőre. Azt kell tudni, hogy a röplabda, mint sportjátékok egyike, a városban, de mondhatom, hogy a régióban most nagyon-nagyon erős. Mind diák, és ez mérhető a diák olimpia játékszínvonalán. A városi röplabda kupán szinte kivétel nélkül mind olyan gyerekek vesznek részt a különböző csapatokban, és megemlíteném a Kodály Zoltán gimnázium csapatát, a PTE Babics Mihály gyakorló gimnázium csapatát,
Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium csapatát, és mi, mint házigazda, akik vagy múlt időben, vagy röplabdáztak, vagy jelen időben röplabdáznak. Tehát azt mondhatom, hogy ennek az eszenciája, színvonala mindig magasra volt húzva. Az iskolában nagy szerepe van a tanulás és művészetek mellett a sportoknak is. A diákok több sportágban kipróbálhatják magukat, mint például a kosárlabda vagy a labdarúgás. EU-totóval és ügyességi játékokkal is készültek a Desedatónál a Europe Direct iroda és a Skik munkatársai. Az Európa napi programmal szerették volna felhívni a figyelmet hazánk uniós csatlakozásának 20. évfordulójára is. Ez a nyaka, az a feje. Mozgatjuk a szárnyait az angyalszárnynak, az egyik nyakát egy kicsit elfordítjuk. A gyerekeket logikai játékokkal, a felnőtteket uniós rejtvénnyel várták a szervezők. Ja, most nagyon aktuális az európai parlamenti választások, ezzel kapcsolatban készültünk kérdésekkel, mint például, hogy mikor lesznek pontosan, hány képviselője van úgy összesen. Az Európa napi programon a sport is főszerephez jutott, az indulókra a Desedató körbetekerése várt. Alapvetően mi ítélünk egyébként, azok közé szerencsések közé tartunk, akik életvételszerűen is ítélünk. Én hetente 2-3-szor azért bicajozok a tollás mellett. Fantasztikus a környezet, most kifejezetten jó idő volt hozzá, meg egy tökéletes családi program egyébként ahhoz, hogy kimozduljunk közösen. A programmal az Európai Unió megalakulását és hazánk csatlakozásának 20. évfordulóját is ünnepelték a Desedató partján a Europe Direct szervezésében. Az iparkamarában vagyunk, a Europe Direct irodával. Az Európai Bizottság hozta létre az irodánkat, és az összes tagállamban működik, körülbelül egy ilyen 400 ilyen iroda van, aminek célja ugye az információ szolgáltatás a lakosságnak. Mi a rendezvényeinken, előadásainkon, illetve az iskolákban tartott tanóráinkon hozzuk közelebb az EU-t az emberekhez. Az iroda nem csak szolgáltatásokkal igyekszik segíteni, hanem szemléletformálással is. Egyik legfontosabb prioritása az EU-nak a zöld európai irányvonal, és ennek keretein belül a klímavédelemről, klímaválságról beszélünk a gyerekeknek, illetve ami mindig aktuális, ugye az Európai Unió története, hogy jött létre, miért jött létre, hány ország csatlakozott és milyen intézményei vannak. Az EU-totó megfejtői között értékes nyereményeket sorsoltak ki az Európa napi programon. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Egy napig nem találták. A szexárdjárás bíróság tárgyalta a tavaly Tolnán elszökött beteg kisfiú ügyét. Külpiaci tájékoztató fórum. Milyen lehetőségeik vannak a magyar vállalkozásoknak Németországban? Atlétikai verseny Bonyhádon. Kiváló teszt az országos bajnokságok előtt. Az aranycsapat legendája, Buzánszky Jenő labdarúgó emléktorna Dombóváron. Pénteken eleinte erősen, majd délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozottan felhős égbolt, naposabbra forduló idő várható. Délután a napsütés hatására újból egyre több felé alakulhatnak ki záporok, valamint zivatarok. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!